Keeper egy alapvetően kétfős kártyajáték, amelyben a játékosok saját betörőcsapatot toboroznak, felszerelésekkel látják el őket, és így próbálnak különböző helyszíneket kifosztani. A felvételen látható példány nemzetközi kiadású, így angol, német, francia és holland szabályleírást tartalmaz, de maga a játék teljesen nyelvfüggetlen, és van hozzá magyar fordítás is. Ennek linkjét megtaláljátok a videó leírásában. A doboztár tartalmaz egy szabálykönyvet, egy katalógust, amelyben a különböző kártyák leírása megtalálható, három helyszíntáblát, egy forduló, illetve pontozó táblát, 48 darab felszereléskártyát, 24 darab tolvajkártyát, 23 darab helyszínkártyát, 5 darab játékos segédletet, 4 darab jelölőt és 10 darab érmét. Helyezzük a két játékos közé, a játéktér közepére a három helyszíntáblát. Ezek kétoldalasak, a másik oldalon segédlet látható, tehát az első néhány játszmában érdemesebb lehet ezt az oldalt használni. De ezt leszámítva a két oldal funkciójában nem tér el. Készítsük elő a három paklit, a helyszíneket, a tolvajokat és a felszereléseket. Minden pakliban vannak alapkártyák, amelyeknek a szélén semmilyen egyéb jelzés nem látható. Ezekre minden játszmában szükség van. Számos kártya bal alsó sarkában azonban valamilyen városjelzés látható. Párizs, Róma és London közül lehet választani. Minden játszmához egyetlen várost választhatunk, és az első játszmákhoz érdemes Párizst választani, ugyanis Párizshoz egyszerűbb szabályok tartoznak. Róma kártyái egy kicsit nagyobb figyelmet igényelnek, és Londonhoz jó, ha már van némi tapasztalatunk. A választott város kártyáit keverjük be a többi alapkártya közé, tehát most jelen esetben, ha Párizst választjuk, akkor azt bele kell keverni a többi helyszínkártya közé. Róma és London kártyáit azonban helyezzük játékon kívülre, vissza a játék dobozába. Ugyanezt tegyük meg a tolvajkártyákkal is, tehát itt is vannak olyan alapkártyák, amelyekre minden játékban szükség lesz. A többi kártya között csak a választott város kártyáira lesz szükség, tehát most Párizs kártyáit bele kell keverni ebbe a pakliba, a többi kártyát azonban vissza kell helyezni a játék dobozába. Végül pedig a felszerelés kártyákkal is pontosan ugyanezt kell tenni. Az alapkártyák mind kellenek, és most csak Párizs kártyáit keverem bele ebbe a pakliba, a többi kártyát vissza kell helyezni a játékdobozába. A paklikat külön-külön keverjük meg, és képezünk belőlük egy-egy képpel lefelé fordított paklit. A helyszínkártyák közül mindössze háromra lesz szükség, válaszunk véletlenszerűen három helyszínt, és helyezzük ezeket egy-egy helyszíntáblára. Ebben a játékban tehát ezt a három helyszínt szeretnénk kirámolni. A megkevert tolvaj és felszereléskártyákat pedig helyezzük mindenki számára könnyen elérhető helyre. Én most ezeket képernyőn kívül helyezem, hogy könnyebben elférjek itt. A fordulótáblára helyezünk egy ilyen jelölőt az egyes mezőre. Alkossunk egy közös készletet a pénzérmékből, és bár 5 segédlet van, csak 2-re lesz szükség. A segédletek hátulján látszik, hogy melyek tartoznak a két fős játékhoz és melyek a három, illetve négy fős játékokhoz. Most csak a két fős játékhoz tartozó segédletekre lesz szükség. Ezeket keverjük meg, és osszunk mind a két játékosnak egy-egy kártyát, amelyek alapvetően ugyanolyanok, csak a kártyák teteje, alja tér el színben. Ennek mégis fontos szerepe lesz, ugyanis a fordulótáblán látszik, hogy mely fordulóban melyik játékos lesz a kezdőjátékos. Tehát például ezt a zöld fejlécű segédletet kapó játékos a második, a negyedik és a hatodik fordulót kezdi majd, a többit ez a másik játékos kezdi. És kezdődhet is a játék, amely 6 fordulón át tart, és minden fordulóban a játékosok meghatározott mennyiségű tolvaj vagy felszereléskártyát kapnak. Ez mindig a forduló mellett látszik, tehát az első fordulóban a játékosok 4 tolvajkártyát kapnak, a másodikban 6 felszerelést, a harmadikban 3 tolvajkártyát, és így tovább. Az ilyen betörőmaszkos fázisokban a játékosok tolvajokat fognak kijátszani a különböző helyszínekhez. A bőrönddel jelölt fázisokban pedig felszerelésen látják el a tolvajaikat. A hatodik forduló után pedig a játék véget ér, ekkor meg kell határozni, hogy egyáltalán kinek sikerült betörnie ezekre a helyszínekre, ugyanis a két játékos közül csak egynek fog sikerülni ez. De nem az nyeri meg a játékot, aki több helyszínre tört be, hanem az, aki a legtöbb győzelmi ponttal rendelkezik. Nézzük is meg a részleteket. Az első fordulóban tehát mind a két játékos 4-4 tolvajkártyát kap,
és a fehér segédletű játékos lesz a kezdőjátékos. A tolvajpakliból tehát mind a két játékos kapott 4-4 kártyát. A kapott kártyákat a játékosok a kezükbe veszik úgy, hogy a másik játékos ne lássa, mi van azokon. A kezdőjátékos kiválaszt a kezéből egy tolvajkártyát, és azt képpel felfelé kiátsza az egyik helyszínhez. Ha a tolvajkártyák alján ilyen érme szimbólumban valamilyen szám látható, akkor a tolvajt kijátszó játékos ennyi érmét kap, tehát ez a játékos, amellett, hogy kijátszotta ezt a kártyát, a készletből két érmét is kap, ezeket maga elé helyezi. A másik játékoson a sor, ő is kiválaszt egy kártyát, azt kijátsza egy tetszőleges helyszínhez, és ha kaphat érte érmét, akkor azt elveszi a közös készletből. Amikor egy játékosnak úgy kellene érmét elvennie a közös készletből, hogy ott már nincs érme, akkor az ellenfelétől vesz el, de csak akkor, ha kevesebb érmie van, mint az ellenfelének. Miután mindkét játékos kijátszott egy-egy kártyát, a kézben tartott kártyákat ki kell cserélni, tehát ezek ide kerülnek, ezek pedig ide, és megint ez a játékos választ egy kártyát, mondjuk kiválasztja ezt a kártyát, ezt most idehez a középső helyszínhez helyezi, kap érte egy érmét, a másik játékos is kijátszik egy kártyát, mondjuk ő úgy dönt, hogy ezt a kártyát játssza ki ide, tehát ugyanahhoz a helyszínhez, a bankhoz, ahova az előbb is. Itt most ezért nem jár érme. A maradék két kártyát is kicserélik a játékosok egymás között. Ismét ezen a játékoson a sor, ő mondjuk ezt fogja választani, és ezért két érmét vehet magához. A másik játékos pedig ebből a két kártyából ezt fogja kijátszani, mégpedig ehhez a helyszínhez kap érte egy érmét, és amikor már csak egy kártya marad a játékosok kezében, akkor azokat nem cserélik ki, hanem eldobják a tulajdonképpen saját dobópakliukban. A segédletkártyánk bal oldalára képpel felfelé kell eldobni a tolvajkártyákat, a segédletkártyánk jobb oldalára pedig képpel felfelé kell eldobni a felszereléskártyáinkat. Tehát ilyen esetben, hogyha ez a játékos mondjuk itt tartja a segédletét, akkor az eldobott tolvajkártya a segédletkártya bal oldalára kerül. A segédleteket most már kiveszem a képből, hogy jobban átlátható legyen a játéktér. Oldalról ogatom be egy kicsit őket, hogy látszódjon, hogy melyik játékoshoz melyik játékos szint tartozik. Ezzel tehát az első forduló véget is ért. Következik a második forduló, ahol 6-6 felszereléskártyát kap a két játékos, és a zöld játékos lesz a kezdőjátékos. A játékosok a 6-6 kapott kártyájukat szintén kézbe veszik úgy, hogy a másik játékos ne lássa, mi van ezeken. És most ebből a 6 felszereléskártyából kell egyet kiválasztani, amit először ez a játékos fog kijátszani, utána a másik játékos játszhat ki a kezéből kártyát. Míg tolvajkártyáit sohasem kell fizetni, sőt, bevétel kapható általuk, a felszerelés kártyákért gyakran fizetni kell, ez a kártyák bal felső sarkában látható, tehát például ez a kártya ingyen kijátszható, de ezek a kártyák 2 érmébe kerülnek, ez pedig 3-ba. Ez a játékos például meg sem engedhet magának 3 érmébe kerülő kártyát, és természetesen még nem tudja, hogy mit kap majd a másik játékostól. Így egyelőre óvatosságból egy ingyenes kártyát választ, mondjuk ezt, és a felszereléskártyákat mindenféleképpen tolvajhoz lehet kijátszani. Tehát felszereléskártya kijátszásakor választanunk kell egy tolvajt, és a tolvajkártya alá kell behelyezni a felszereléskártyát. A másik játékos 5 érmével rendelkezik, így ő bátrabban költekezhet. Ráadásul sok olyan kártya van itt, ami nemhogy pénzbe kerül, hanem kimondottan pénzt hoz. De mivel látja, hogy ezekből azért majd kap vissza bőven, amikor újra visszakerülnek hozzá a kártyák, ezért inkább úgy dönt, hogy ezt a 3 érmébe kerülő kártyát játssza ki, mégpedig az Eiffel-toronyhoz, ugyanis az Eiffel-toronynak van egy állandó hatása, amit a jobb felső sarokban látható, minden ide kijátszott zöld kártya egy érmével kevesebbe kerül, így ennek a játékosnak ezért a kártyáért most csak 2 érmét kellett fizetnie a kártyán szereplő 3 helyett. Azért még visszakerülnek a közös készletbe. Egy-egy kártya kijátszása után a játékosok kicserélik a kezükben lévő kártyákat egymással. Ez a játékos örül a sok érmeszerző kártyának. Ezekkel például 2 érmét lehet szerezni. Van itt olyan is, amivel csak 1 érmét lehet szerezni, azonban 1 győzelmi pontot ér a játék végén.
A játékos úgy dönt, hogy kiválaszt egy ilyen két érmés kártyát, és ide helyezi. A másik játékos mondjuk ezt a kártyát játssza ki ide. A maradék négy kártyát kicserélik a játékosok egymás között. Újra ezen a játékoson a sor, akinek nem vettem el a két érmét előbb a sárga kártyája miatt. Ezt most megteszem így, ő most négy érmével rendelkezik. Ezek a kártyák közül ő ezt fogja választani, és mondjuk ide helyezi. Kettő érme befizetésével. Ez a játékos úgy dönt, hogy még egy ilyen kék kártyát vesz el. Ezt ide helyezi. Következik a kártyacsere. Ez a játékos választ még egy ilyen két érmés kártyát. Ez a tolvajhoz helyezi. Most nem felejtem el elvenni a két érméjét. És amikor egy tolvajhoz több kártya kerül, akkor ezeket érdemes így elcsúsztatva egymásra helyezni, hogy a kártyák teteje látszódjon. Ez a játékos mondjuk kiválasztja ezt a kártyát, és szintén az Eiffel toronyhoz helyezi, ami olcsóbbá teszi a zöld kártyákat, tehát csak kettőért fogja ezt kijátszani. A maradék két kártya kicserélése után még mindkét játékos kijátszik egy-egy kártyát. Mondjuk ez a játékos kijátsza ezt a kártyát ide, kettő érme befizetésével. Ez a játékos pedig úgy dönt, hogy az egy érméset fogja választani, tehát kap egy érmét, és majd a játék végén egy győzelmi pontot, tehát ezt helyezi mondjuk ide. A megmaradt kártyákat pedig mind a két játékos eldobja a saját segédett kártyája jobb oldalára. Több fordulót már nem mutatok így végig, tehát a következő fordulóban mindkét játékos három tolvajkártyát kap, ez a játékos kezdi a fordulót, de már csak kettő tolvajkártyát lehet kijátszani, a harmadikat ugyanis el kell dobni. A negyedik fordulóban mindkét játékos 6-6 felszereléskártyát kap, a zöld játékos kezdi a fordulót, 5 felszereléskártya kerül kijátszásra, a hatodik eldobásra kerül. Az ötödik fordulóban, bár mindkét játékos 2-2 tolvajkártyát kap, már csak egy tolvajkártya kijátszására van lehetőség, az utolsót el kell dobni, és a hatodik fordulóban még elláthatjuk a tolvajainkat felszereléssel. 5 kártya kiválasztása után a hatodikat mindenféleképpen el kell dobni. A tolvajoknál nem lehet olyan eset, hogy nem tudunk egy tolvajt kijátszani. A felszereléskártyáknál azonban lehet, hiszen számos felszereléskártya valamilyen költséggel bír. Jobban az esetben, ha a kiválasztott felszereléskártyát nem tudjuk, vagy nem akarjuk kifizetni, eldobhatjuk azt a felszerelés dobópaklinkba, és cserébe kapunk egy érmét a közös készletből. Fontos, hogy a fordulók végén eldobott kártyákért nem jár érme. A kártya kijátszásra még két fontos szabályt kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy egyetlen helyszínhez játékosonként legfeljebb 3 tolvajkártya tartozhat. Tehát ebben a helyzetben még mind a két játékos kijátszhat egy-egy tolvajkártyát ehhez a helyszínhez, de többet már nem. A tolvajtábla másik oldalán ilyen körvonalak látszódnak, tehát jelzi, hogy legfeljebb 3 kártya lehet ott. A másik fontos szabály pedig az, hogy egyetlen tolvajhoz legfeljebb 3 felszereléskártya tartozhat. Tehát például ez a színésznőhöz kijátszható még egy felszereléskártya, de több nem. Ez az információ is megtalálható a helyszíntáblák másik oldalán, tehát negyedik kártya nem kerülhet oda. És ez akkor is igaz, ha egy kártyát lefordítunk, vannak olyan hatások, amivel egy másik játékos kártyát lefordíthatjuk, tehát érvénytelenítjük a hatását. Például, ha ezt a felszerelést kijátsza ez a játékos, akkor a két érme kifizetése után az ellenfelénél egy felszerelés kártyát lefordíthat. Ez a sokszínű kártyajelölés mindig a felszerelés kártyákra vonatkozik. De csak olyan kártyát választhat, ami egyrészt ezen a helyszínen van, tehát más helyszínről nem választhat, másrészt pedig kizárólag fölül lévő eszközkártyát választhat, tehát például ezt megfordíthatja, itt csak egy kártya szerepel, de a bankárnál, ha ez a két kártya szerepel egymáson, csak ezt választhatja, hogy megfordítja, a másikat nem. Összességében azonban a lefordított kártya továbbra is kártyának számít azon a helyszínen mindenféle szempontból, egyedül a rajta lévő hatást nem lehet már figyelembe venni. Tehát például ez a játékos a bankárral a játék végén minden sárga kártyájáért, ami ezen a helyszínen van, egy-egy győzelmi pontot kapna, ezért a lefordított sárga kártyájáért azonban nem jár győzelmi pont. Tegyük fel, hogy ennek a játékosnak a hatodik forduló végén így néz ki a játéktere. A játék végén meg kell nézni, hogy egyáltalán ki melyik helyszínre tud betörni. Ez az ilyen betörő ikonok alapján dől el, tehát akinek az adott helyszínen a tolvaj és felszerelés kártyái alapján a legtöbb ilyen ikonja van, az törhet be az adott helyszínre, azaz ő szerzi meg a helyszínért járó jutalmakat. Ez a játékos ennél a helyszínnél egyetlen ilyen ikonnal rendelkezik, tehát
jó eséllyel a másik játékos szerzi meg ezt a helyszínt, és érdemes úgy fordítani a kártyát, hogy ezek a megszerezhető bónuszok az a játékos felé nézzenek, aki megszerezte a bónuszt. Ennél a második helyszínnél elég jól áll ez a játékos, ugyan ilyen önmagában álló betörő szimbólumból csak egy van neki, de számos kártya valamilyen szabály alapján további betörő szimbólumot biztosít a számára. Például ez a kártya minden tolvaj és két felszerelés kártya készletért egy-egy további betörő szimbólumot biztosít. Ez további három betörő szimbólum így. A színésznő minden sárga-lila kártya párért, ami ezen a helyszínen van, tehát nem csak a saját kártya alatt, hanem ez a szimbólum azt jelenti, hogy a saját helyszínén. Tehát itt lila-sárga kártyapáronként egy-egy ilyen betörő szimbólumot ad. Ez most itt kettő, mert két lila kártyánk van, és hiába van itt még egy sárga, ahhoz már nem lehet lilát párosítani. Tehát ez további két betörő szimbólum, és van még itt még egy kártya, ami betörő szimbólumot biztosít. Ez a jel itt azt jelenti, hogy az ellenfél helyszínénél, tehát ugyanannál a helyszínnél, de az ellenfél oldalán az összes tolvajkártyáért, ez a fehér hátterű kártya a tolvajkártyákat jelöli, egy-egy további betörő szimbólum jár, tehát amennyiben az ellenfélnek 1-2 vagy 3 tolvaja van itt, ez a kártya 1-2 vagy 3 betörő szimbólumot biztosít. Tehát összesíteni kell az összes ilyen betörő szimbólumot, és ha ez a játékos rendelkezik többel, mint az ellenfele, akkor ő törhet be a bankba, így ezt a kártyát érdemes úgy fordítani, hogy ez a játékos felé nézzen a jutalom része a kártyának. Van még egy bónusz betörő szimbólum szerzési lehetőség, ha egy tolvajhoz 3 felszerelés kártya tartozik, akkor az további egy betörő szimbólumot biztosít. Így tehát ez a játékos amellett, hogy a kártyáin figyelembe veszi az összes betörő ikon szerzési lehetőséget, további 3 betörő ikonnal rendelkezik, ugyanis mind a 3 tolvajánál 3-3 felszerelés kártya van. Ennél a helyszínnél nincs ilyen bónusz, ennél a helyszínnél pedig egy további betörő ikont szerezhet, azzal, hogy itt 3 felszerelés kártya tartozik ez a tolvajhoz, itt viszont csak egy, azért nem jár bónusz. Ennél a harmadik helyszínnél mindössze 3 betörő szimbólummal rendelkezik ez a játékos, 2 kártyákról származik, egy pedig a 3 eszközkártyás bónusz miatt jár, de tegyük fel, hogy ez még így is kevés, és az ellenfél viszi el ezt a helyszínt. Ha egy helyszínen mind a két játékos ugyanannyi betörő szimbólummal rendelkezik, akkor egyikük sem nyeri meg a helyszínt, így a helyszínhez tartozó kártyán lévő bónusz sem kapja meg egyik játékos sem. És ezután következik a pontszámolás. Ezt az elveszített helyszínt most kiveszem innen, és a fordulótábla másik oldalán egy pontozó tábla található. Minden játékos kap 2-2 jelölőt, és így a játékosok le tudják lépni a saját pontszámukat. Most már nem figyeljük a betörő szimbólumokat, csak ezeket a győzelmi pontot érő szimbólumokat. És a győzelmi pontokat akkor is megkapjuk, hogyha az adott helyszínt nem mi nyertük meg. Itt ez a kártya egy győzelmi pontot ér, a pantomimes pedig ezen a helyszínen az ellenfélnél lévő tolvajok számával megegyező győzelmi pontot kap. Tegyük fel, hogy az ellenfélnél 2 tolvaj volt, ezért ez még 2 győzelmi pontot ér ennek a játékosnak. Nézzük meg a következő helyszínt ennél a játékosnál. Tehát csak a győzelmi pontokat nézzük, azt mondja, hogy itt ez a kártya zöld, lila, sárga kártyatriókért 3-3 győzelmi pontot ad, és a helyszín összes kártyát figyelembe vehetjük, itt megint látható ez a szimbólum. Bár 3 sárga és 3 zöld kártyája is van, lila kártyából csak 2, így ez kétszer érvényesíthető, ez 6 pontot jelent. Menjünk tovább, itt 1 pont jár, tehát most járunk 10 pontnál, és itt van további egy győzelmi pont. A kártyákon több győzelmi pont nincs, viszont ezt a helyszínt ez a játékos nyerte meg, így a helyszínkártyát is figyelembe veszi. Egyrészt simán kap 5 győzelmi pontot, emellett pedig egy győzelmi pontot kap ezen a helyszínen minden saját sárga kártyája után, tehát még 1-2-3 győzelmi pontot kap, így 19 pontnál jár. Ezen a helyszínen egy győzelmi pont jár ezért a kártyáért, tehát ez itt most 20. És ez a kártya azt mondhatja, hogy egy győzelmi pont jár minden ellopott műkincs után. Tehát ezeket a hatszögletű ikonokat kell keresni. Ezek alapvetően zöld kártyákon jelennek meg. Ebből van itt 1, 2, 3, 4. És ezen a csempészen is van egy ilyen szimbólum. És ennek nincs meghatározott típusa. Tehát bármelyik lehet a 3 különböző műkincs fajtából.
ez a kettő itt jelenik meg, és itt van a harmadik. Tehát ez a három szimbólum fordul elő az ilyen műkincseken. Összesen tehát 1, 2, 3, 4, 5 ilyen szimbólum van, az további 5 pontot jelent. Végezetül pedig az összes ilyen hatszögletű műkincses ikont meg kell nézni, és készletekbe kell rendezni őket. Egy készletbe csak különböző ikonok tartozhatnak, és három fajtájuk van, ahogy az imént mutattam. Ez az ikon pedig bármit helyettesíthet. Ha egy készletben csak egy ikon van, akkor az a készlet egy pontot ér. Ha két különböző ikon van, akkor az a készlet három pontot ér. Ha pedig egy készletben mind a három ikon megjelenik, akkor 7 pontot ér a készlet. Jelen esetben 2 darab, 2 különböző ikonos készletet lehet összerakni. A harmadikból nincs ennek a játékosnak egy sem. Ez ugye alapjáraton 2x3 pont lenne, tehát összesen 6. De a csempész bármilyet helyettesíthet, tehát ez a játékos mondhatja azt, hogy a csempész most ilyen gyémánt ikon legyen. Így ezzel már lesz egy 3 kártyás készlet, az 7 pont, és lesz egy 2 kártyás készlet, az pedig 3 pont. Ebből a 4 elemből tevődnek össze tehát egy játékos végső pontjai, azaz a megszerzett helyszínkártyák, tolvajkártyák, a felszerelés-kártyák és az ellopott műkincsek adják a végeredményt. A legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes, döntetlen esetén pedig az a játékos a győztes, aki több érmével rendelkezik a saját készletében. A szabálykönyv végén játékvariáns található 3, illetve 4 fős játékhoz, de azért alapvetően ez egy 2 fős játék, és ebben a külön katalógusban megtalálható az összes kártya leírása. Viszonylag sok ikont használ a játék, de gyorsan bele lehet rázódni. Bár az összes kártyán nem megyek végig, azért jó néhány ikont megmutatok, az alapján ki lehet következtetni, hogy a többi mit csinál. Ez az ikon például azt jelenti, hogy a saját helyszínünkön, az összes kártyát figyelembe véve, minden 3 felszerelés kártya után egy-egy betörő ikon jár. Tehát nem muszáj, hogy ez a 3 kártya ez a tolvaj alatt legyen. Bárhol lehet a helyszínen a saját oldalunkon, tehát maximálisan akár 3 betörő ikon is kapható ezzel. A helyszínen a saját oldalunkon minden sárga kártyánk után kapunk egy betörő ikont, ugyanez zöld kártyával. Itt győzelmi pontok járnak az adott helyszínen a saját oldalunkon lévő minden kék kártya után, maga után is ad egy pontot. Az ilyen fehér hátterű kártyák mindig a tolvaj kártyákra vonatkoznak, és amikor ezt a kártyát kijátszuk, akkor kapunk egyrészt egy érmét, továbbá annyiszor egy érmét, amennyi tolvajkártya ezen a helyszínen az ellenfélnél van, tehát figyelni kell ezenek a helyszín jelöléseknek az irányára, ez az ellenfélre vonatkozik. Ezzel a kártyával kapunk egy betörő ikont, másrészt pedig az ellenfelünk kék kártya kijátszásait egyel drágábbá tesszük ezen a helyszínen. A helyszínkártyákon mindig látszik valamennyi győzelmi pont, ami fixen jár, emellett pedig itt például minden saját oldalunkon lévő lila kártyáért egy-egy pont jár ezen a helyszínen, ha mi nyertük meg ezt a helyszínkártyát. Hasonlóan működnek a kártyapárok, tehát csak ezt a helyszínt figyelhetjük, és minden lila és minden zöld-sárga kártyapárért 2-2 győzelmi pont jár. Itt a helyszínen a saját oldalunkon lévő tolvajkártyák után jár 2-2 győzelmi pont. A helyszínkártyákon is megjelenhetnek ilyen műkincs szimbólumok, ezeket beleszámolhatjuk a készletünkbe. A helyszínkártyák jobb felső sarkában lehetnek állandó hatások. Például ennél a két helyszínnél lakat látható, ez kártya átfordítást akadályoz meg. Erre mutattam példát korábban, tehát ezzel felszerelés kártya fordítható át, ezzel pedig tolvajkártya. Ezen a helyszínen tehát nem fordítható át zöld kártya, itt pedig tolvajkártya nem fordítható át. Ezzel a tolvajjal például a játék végén 3-3 győzelmi pontot kapunk minden ellenfelünknél lévő piros kártya után, ami ezen a helyszínen van. A játék során pedig számunkra minden piros kártya kijátszása egy érmével kevesebbe kerül. A Rómához, illetve a Londonhoz tartozó kártyákon újabb szimbólumok jelennek meg. Ez az ikon azt jelenti, hogy a játék végén, amikor az utolsó fordulóban az utolsó felszerelés kártyát eldobja az ikon birtokosa, akkor a saját dobópokliából egy felszerelés kártyát ingyen kijátszhat erre a helyszínre, ahol ez az ikon is található. Ezzel az ikonnal a közös készletben lévő érmék számát csökkentjük, ugyanis amikor ezt kijátszok, akkor a közös készletből kell eltávolítani egy érmét, és azt a saját dobópaklinkba kell helyezni, tehát ezt nem használhatjuk fel. A játék végén pedig minden dobópaklinkban lévő érmény egy-egy győzelmi pontot ér.
Ezzel a kártyával egyrészt annyi betörő ikont kapunk, amennyi ilyen sötétzöld kártya van az ellenfél oldalán, ezen a helyszínen. Amikor pedig ezen a helyszínen tolvajkártyát játszunk ki, akkor az ellenfélnek el kell dobnia egy érméjét a közös készletbe. A római helyszíneken ezek az ikonok fordulnak elő, minden rózsaszín kártya kiátszása egyre többe kerül, minden felszerelés kártya egyre olcsóbb, és minden adott színű, ezen a helyszínen szereplő kártya egy-egy betörő szimbólumot ír. A londoni helyszíneknél ezek az ikonok fordulnak elő, itt minden felszerelés kártya kiátszása egyre olcsóbb, ezeknél a helyszíneknél adott színű felszerelés kártya kiátszásakor az ellenfélnek el kell dobnia egy érmét, és vissza kell helyezni azt a közös készletbe. Itt pedig minden felszerelés kártyára igaz ez. A Keeper egy összességében egyszerű szabályrendszerű társasjáték, amelyben amellett, hogy a saját oldalunk kártyáit megpróbáljuk összhangba hozni, folyamatosan figyelnünk kell az ellenfelet is. A játékban elég sok ikon van, így az első egy-két játszma során kicsit nagyobb figyelmet igényel ezek értelmezése, de a jelzések egyértelműek, így gyorsan bele lehet rázódni ebbe is. Aki szereti a kétfős, viszonylag konfrontatív játékokat, amelyben fontos a tervezés, de a szerencsének is jut szerep, tegyen bátran próbált a képörrel. A videóban látható példányt a Vagabund kiadó webshopja, a jójátékjóáron.hu bocsátotta a rendelkezésemre. Köszönöm szépen, látogassatok el a weboldalukra, sok különleges, nehezebben beszerezhető játék kapható náluk, például a Keeper is.